Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége, dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket, a rádió hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek. Miniszter úr, az utóbbi időben itt Karcagon jelentős fejlesztések valósultak meg, és amire ugye a legbüszkébbek vagyunk, hogy itt a városunkban van, az a Karcag Kincsek Kulturális Központ, a Sámán Dob, ami ugye napjainkban is Munkácsi kiállításnak ad helyet. Ez a kiállítás megtekinthető szavazás napjáig, június 9-éig. Mit lehet tudni erről a kiállításról? Én büszke vagyok arra, hogy Karcagon egy ilyen szép épület, mint a Karcag Kincse, a Sámán Dob elkészült, és hogy komoly érdeklődést váltott ki, már az építkezés során is, hiszen mint minden ilyen beruházásnál vannak kérdőjelek, és néha viták is, milyen Láncid építésénél is voltak annak idején. De én úgy látom, hogy ezek elcsitultak, amikor elkészült a milánói pavilonnak a rekonstrukciója itt Karcagon. Egy gyönyörű épület, a legújabb kori magyar építészetnek szerintem az egyik csúcs teljesítménye, és vonza a látogatókat. Tulajdonképpen sok szempontból így az IREA pont a városba zajló fejlesztéseknél, ezekre még majd szeretnék kitérni. És az, hogy egy Munkácsi kiállítással indultak a programok, azt hiszem, hogy önmagában mutatja azt, hogy milyen célok vannak Karcag előtt, a karcagi vezetés, a karcagi értelmiségek előtt, hogy azt a kulturális szerepkört, a művészeti szerepkört akarjuk erősíteni, amivel a város már régóta dicsekedhet. És hát az egyik legjobb magyar festő, ha nem a legjobb magyar festő, Munkácsi Mihály. Én csak jókat tudok mondani a gyűjteményről, Pák Imrének a magángyűjteménye, és már régóta járja az országot. Fási Ádám, annak az alapítványnak a vezetője, akinek köszönhetjük, hogy ide került, és Szepesi Tibor polgármester úr, az ő munkatársai sokat dolgoztak azért, hogy hónapok óta itt van ez a csodálatos kollekció. Hát el lehet azt mondani, hogy bekértem az adatokat, hogy 6312 látogató volt tegnapig. Ez azt jelenti, hogy Karcag történetében a legsikeresebb kiállítás, és ezek közül 1541 fő, aki városunkból, tehát karcagi lakos városunkból nézte meg. Hát ez is azt hiszem, hogy egy csúcs teljesítmény, no, de hát a művészeti csúcs teljesítmény mellé az érdeklődés is fölzárkózott. Ez egy örömteli dolog. Voltak kérdőjelek, azért ez hozzátartozik, hogy kell-e ide ez a beruházás, de azt hiszem, hogy ez eldőlő félben van, egy gyönyörű környezetben van ott a Erzsébet-liget parkosítása, további épületek átadása is megtörtént. Akkor is voltak kérdőjelek, hogy jó ötlete idehozni a vidékre egy ilyen kiállításra, de hát az a jó, hogyha a művészet eljön ide hozzánk, hogyha a kiállítást itt helybe meg tudjuk nézni, és nem kell miatta hosszú időt föláldozva az ország túlsó végébe elmenni, bár vannak, akik folyamatosan követik a kiállítást. És azt sem akarom megkerülni, hogy szóba kerül az is, hogy drága, vagy sok a belépőjegy, volt, aki közéleti szinten is felvetette ezt, hát nem árt, ha tudjuk, én végeztem egy számítást, hogy 4900 forint egy felnőtt belépő, 78 festmény van. Most a művészeti értéket azt külön kiemelve, de a belépő egy ára az egy matematikai kérdés, meg pénzügyi dolog. Tehát ha 4900 forint a belépő és 78 festmény tekinthető meg, akkor az 63 forint festményenként. Hát döntse el mindenki, hogy ez sok-e vagy kevés, és hogy megéri-e vagy sem. De én azt hiszem, hogy akár egy alkotás is egy rendkívüli élmény. És ott nagyon ritka, nem régiben előkerült képek is vannak. Pák Imre is mondta, hogy a kiállítás az gyarapodik. A korábbi helyszínhez képest valami négy újabb alkotással gazdagabb az a tálat, ami Karcagon látható. És még egy hétig, tehát június 8-áig itt van. Én azt javaslom mindenkinek, hogy akinek eddig nem volt egy módja, mert ideje megnézni, az ne hagyja ki ezt az alkalmat. Óriási élményben lesz része.
Említette, hogy vannak, akik drágálják a belépőjegyet, de azért ezt hozzá kell tennünk, hogy nem minden nap van Karcagon egy ilyen kiállítás, és nem csak a karcagiaknak, hanem a környező települések lakóinak is ez egy nagy ajándék, hiszen nem kell az ország másik végébe elmenni, hiszen az pluszköltségekkel járna, tehát csak ide kell kimenni az Erzsébetligetbe, vagy a szomszéd településekről pár perc alatt át autózni. Hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy a Kunságban ilyen fejlesztések vannak, amik lehetővé teszik azt, hogy tudjunk fogadni egy ilyen kiállítást. Ez kevesen tudják azt, mert ez egy szakmai kérdés, hogy ugye vannak feltételek, ami mellett be lehet mutatni egy tárlatot. Biztonsági, tűzvédelmi, itt légkondicionálás kell, egyáltalán az, hogy hogy lehet azt megnézni, a helyiség mennyire alkalmas rá. Tehát ennek komoly alapfeltétele van, és ezt a milánói pavilon teljesítés, hát én is érdeklődéssel várom, hogy mi lesz a következő látnivaló. A környezet is fontos, hiszen nem mindegy, hogy milyen környezetbe érkezünk. Látszik az, hogy itt egy komoly beruházás zajlott, játszótér, pumpapálya, ott van a Lifehouse, a Rónai Malom, Kunkapuk, tehát a helyi értékeink ott vannak a máshonnan, a magyar, összmagyarság teljesítményei közül kiemelkedők mellett, és ez a beruházás, ez illeszkedik abban a sorban, ami Karcag önkormányzatának már hosszú évek óta fontos célkitűzés, hogy a város különböző fejlesztési területein, lehetőleg mindenhol egy adott ütembe haladjunk előre, hiszen az Agrosprintnek a beruházása, az ipari parki fejlesztések, most is épül egy üzem itt a Kisújszállási úton, ami betonelemeket fog gyártani, malom felújítás, új malom épült, most még egy fog készülni a Villamos utca Kisújszállási út sarkánál, tehát vannak munkahelyteremtő beruházások, vannak infrastruktúrális beruházások, hulladékfeldolgozó, illetve válogató, csapadékvíz elvezetés, csatornázás, útfelújítás, kerékpárút hálózatnak a kiépítése, amelyek közvetlen lakossági igényeket szolgálnak, tehát a munkahelyek mellett megvan ez is, intézményfelújítások, új bölcsőde épült, régi bölcsőde felújítása, minden iskola lassanként megújul, tehát az oktatásban szintén van előrelépés, tehát egy olyan kiegyensúlyozott városfejlesztési politika van, ami a szemünk láttára mutatja azt, hogy Karcag előrébb lép, sőt közelebb is az országos központokhoz is, hiszen a 4-es autópálya építése is nagy ütemben halad, ez jól látható, bárki, aki arra közlekedik, látja azt, hogy hamarosan el fog érni a városnak a határát, és akkor újabb lehetőségeink fognak megnyílni. Tehát ez egy átgondolt várospolitika, és azért nem lehet megkerülni ezt a kérdést, hogy most itt vannak a választások, és a helyhatósági választásoknál is, hát mi az alapvető kérdés? Az, hogy a közös ügyeinket kikre bízzuk. És a Fidesz-KDNP-nek a jelöltjei tapasztalt, a saját területükön már teljesítményeikkel bizonyított kreatív polgárai Karcagnak, gyakorlottak a területükön, gyakorlottak a városvezetésben, polgármester úr már évek óta bizonyította ezt, a közügyek ez is úgy viszonyulnak, ahogy az elvárható a lakosság részéről, tehát nekem meggyőződésem, hogy akik az elmúlt években Karcagon ezt a fejlődést el tudták én, ezeket a fejlesztéseket meg tudták valósítani, ők érdemes helyezni a bizalmat az elkövetkező években is, azért, hogy ez a sorozat folytatódjon, hogy azt a teljesítményt, amit úgy lehet összegezni, hogy Karcagnak talán nem volt olyan önkormányzati ciklusa, mióta ez a fogalom létezik, itt 150 év óta körülbelül, tehát a városi önkormányzatok megalakulása még a monarchia idején történt 150-180 év óta, nem volt olyan lehetőség, amivel tudott élni, hogy ilyen városfejlesztésre nem volt példa talán sosem, mint ami most volt. Ha összerakjuk ezeket a beruházásokat, akkor ez jól látszik, ezzel tudtak élni, le tudták bonyolítani, le tudták vezényelni, ezért én azt tartom a legjobb megoldások, hogy ők folytassák ezt a munkát. Gyakorlott profi csapat, nem érdemes változtatni a nyerő csapaton, ezt lehet elmondani, hiszen elkészült a sportcentrum is, ami a sport vonatkozásában is egy megújítást, megújulást tesz lehetővé.
Ilyenkor választások idején összegezni szoktuk az elmúlt éveket, és akik ugye az elmúlt évek munkáját végezték, ők is összegzik, illetve az állampolgárok is összegzik, visszanéznek, hogy na, mit értek el. Egyértelmű, hogy Karcagon fejlődés tapasztalható, és szépült a város, de ugyanezt elmondhatjuk a környező településekről is, a választókerületben is elmondhatjuk, hogy számos fejlesztés valósult meg, és azok a testületek, illetve azok a polgármesterek is, akik azon a településen laknak, úgy gondolom, hogy szépen teljesítettek az elmúlt időszakban. Akár a Tiszató környéke, akár a kúrsági területnek a városai, falvai egy komoly fejlődést mutathatnak föl. Hát ha kezdjük a Tiszatónál, hát Magyarország első számú ökoturisztikai célpontjává nőtte ki magát, és évente 100 000 kerékpáros turistát fogad, és rendkívül sok horgászturistát is, kirándulókat. Ennek a hatásai már itt a mi térségünkben is érzékelhetőek, de a termálfürdők forgalma növekedett, olyan beruházások voltak a környező településeken, elég megnézni a városképeket, a faluképeket, láthatjuk, hogy itt most egy komoly felzárkózási folyamat van az ország más részeihez képest. Tehát ez egy olyan dolog, amit érdemes folytatni, ami sok munkával jár, és megfelelő olyan vezetők kellenek, akik ezt el tudják végezni. Ugye helyi választások, önkormányzati választások, de most Európai Uniós választásokra is sor kerül június 9-én. Miért fontos az, hogy ezen a választáson is Magyarország jól szerepeljen? Nagyon kielezett vita folyik Európában az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban, és egyre erősebbek azok a hangok, akik be akarnak avatkozni, akár közvetve, akár közvetlenül ebbe a konfliktusba. Katonákat küldenének, fegyverszállítások azok már zajlanak, finanszírozzák a ukrán-orosz háborút, ami hát a magyar világtól, a magyar életfelfogástól egy távol álló, és földrajzilag is egy távoli területen zajló konfliktus. Én most ennek a részletében nem akarok belemenni, talán egy külön műsort is megterhelne, mert ez annyira bonyolult. De ami ebből egyértelműen látszik, az, hogy nekünk magyaroknak az ukránok és oroszok közötti konfliktus, az háborúhoz semmi közünk nincs, semmilyen érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy ebbe a háborúba mi bekapcsolódjunk. De Európában néhány állam van csak, aki hasonlóan gondolkozik, mint mi. Mi a békét akarjuk, a béke keretei között tudjuk folytatni azt az építő munkát, ami mindenkinek a boldogulását lehetővé teszi ebben a hazában. És napról napra jönnek olyan hírek, hogy sorállományú katonasság bevezetése, fegyverkezés, Európai Uniós haderőnek a felállítása, még több fegyvert mozgósítani, stb. A dolgok mögé nézve, én azt látom más háborúk tapasztalataiból is, hogy amikor a politika szintjéig eljut az, hogy fel kell készülni egy háborúra, akkor a háttérben a hadipar, az adott országoknak a katonasága, a biztonságpolitikai vonalon dolgozó szellemi műhelyei, a titkosszolgálatai már réges-régen készülnek a háborúra. Tehát a háborús felkészülésnek nem az elejénél vagyunk, hanem már a derekánál. És itt kellene megállítani a felkészülést addig, amíg még lehet, amíg a konfliktus ki nem szélesedik. Egy atomhatalmat, szuperhatalmat, mint Oroszország nem lehet legyőzni hagyományos háborúban. Világháborút veszélyeztet az, aki ebbe a konfliktusba még inkább bele akar menni, vagy bele akar hajszolni további államokat. Tehát most tudjuk megállítani ezeket a folyamatokat, mert a felkészülés az már zajlik. A fegyverkezés elkezdődött, a fegyverkezési verseny az folyamatos. És ezért fontos az Európai Uniós választás, mert hogyha nem akarunk az oroszok ellen harcolni, de kérdezem, ki az, aki itt az oroszok ellen akar harcolni Magyarországon? Oroszország ellen? Szerintem a kérdés, a választ mindenki tudja. Tehát most az Európai Uniós választáson tudjuk eldönteni azt, hogy az Európai Parlamentben a békepárti képviselők legyenek-e többen, vagy a háború pártiak. És a Fidesz, KDNP az egyetlen
béke mellett elkötelezett politikai erő ma Magyarországon. A baloldali, liberális erők, ők a túloldalhoz tartoznak, azokhoz, akik folyamatosan készítik elő a következő háborút. És ha megnézzük azt, hogy milyen nyilatkozatok hangoztak el háború vonatkozásában, hát azok nagyon felelőtlenek. Azt is nézni kell, hogy ezt az oroszok hogy látják. Hogy ők hova könyvelik el azt, hogy ki az, aki velük szembe akar itt háborúzni. Hát a legegyértelműbb az, hogy mi nem akarunk. Se egyik pél mellett, se egyik pél ellen sem. Magyarország a béke pártján van, a Fidesz-KDNP a békét képviseli. Erre figyelemmel kell szerintem majd döntenünk június 9-én a szavazáson. Tehát a béke a tét, és bízom benne, hogy az emberek a békét választják. Hát én is bízom benne, hogy a háború vagy béke közül a józan ész alapján a békepártiak kerekednek majd felül. Választások után Magyarország fogja betölteni az Unió Tanácsának soros elnökségét. Hogyan látja, miniszter úr? Számos más prioritás is van, gondolom, hogy itt ebben a pozícióban is tudnak-e a békéért tenni? Az uniónál ugye egy több lépcsős döntéshozatal van, a tagállamok vezetői alkotják a tanácsot, azt elnököli Magyarország, és fél éven keresztül szervezi tulajdonképpen azt a napirendet, amit megtárgyalnak az unió különböző szervei. De a parlament az ettől egy független szervezet. Sőt, eléggé átvette már a kezdeményezést a bizottságtól, ami egy végrehajtó jellegű apparátus, és a tanácstól is. Én arra számítok, hogy nagy küzdelem lesz. Nagy küzdelem lesz, de ezért fontos, hogy mi a háttér. Tehát mire az új Európai Parlament hadrendbe lép, ugye a réginek még egy darabig tart a mandátuma, addigra már nyilvánvaló lesz az, hogy a békepárti erők következnek, ők kapják meg a döntéshozatal lehetőséget, vagy pedig a háború pártia. Június 9-én döntsünk a béke mellett. Legyen béke. Köszönöm, miniszter úr, a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!